Áldást, békességet, jó egészséget és kitartást kívánok mindenkinek, aki eljött a szekszárdi léleképítő áprilisi alkalmára ide Szekszárdra, a Garai János gimnázium dísztermébe, és először is köszöntjük nagyon nagy szeretettel dr. Egri Jánost, aki elvállalta a ma esti alkalmat, és nagyon köszönöm, János, hogy tényleg fogadtad ezt a meghívást. Mielőtt azonban rátérünk, én is hadd mutatkozzam be azoknak a kedvéért, akik nem a léleképítőre, hanem Egri Jánost szerették volna élőben látni, mert őt általában televízióból láttuk eddig. És esetleg még nem ismernek, meg azok, akik interneten keresztül ma, jövőre, vagy akár 10 év múlva fogják ugyanezt az előadást végignézni. Dr. Tóth Csaba Attila nevem, és ez a léleképítő, ez nem egy vallási szekta, hanem egy értékrend erősítő program. Idestova 24. évében van. 2000-ben, amikor elindítottuk, akkor nem gondoltam, hogy egy olyan névsor fog összeállni, amit még bővíteni szeretnénk, még lehetőleg 20 évig, vagy 20, ameddig a Jóisten engedi, és kapok rá indítatást, illetve jön közönség, aki segít, és aki érdemes ezt a továbbiakban is megtenni. Május 18-án, csütörtöki napon, Ókovács Szilveszter, aki jelenleg még az Operaház főigazgatója, ugye több mint 10-en beadták a pályázatot, nem tudjuk, hogy ki lesz, hogy őt újra főigazgatóként fogjuk itt köszönteni, vagy mint volt főigazgató, az teljesen mindegy, a léleképítő szempontjából ő fog érkezni, és fog be fog tudni számolni olyan dolgokról, amely bennünket bizonyára érdekelni fog. Most azonban, mint ahogy közöltem is a Facebookon, hogy meglepetés is van, amelyet nem tettünk közzé, meghívtuk, illetve újra közénk jött az a Dr. Pásztor Béla, aki ugyan papíron nem kapott még doktorátust, és nem írt disszertációt, de az életével többet tett, mint sok doktor, aki Veresegyház polgármestereként, előtte tanácselnökeként, máig, február 28-áig annak a településnek a vezetője volt, és nem volt ellenfele, mert az emberek befolyásolására a példaadás nem a legjobb módszer, hanem az egyetlen. És ő a település számára és számunkra is abszolút példakép, és köszöntünk, Béla bácsi! És arra kérünk, bár egy évvel ezelőtt ő vendége volt a léleképítőnek, de bizonyára sokan vannak, akik akkor nem voltak itt, hogy pár mondatban azokat a lényegi dolgokat, amit egy településvezető vagy egy közösségi vezető számára, mint tanácsot, mint tapasztalatot el tud mondani, el tudsz mondani, azt kérlek, akkor tedd meg nekünk, és hallgassuk őt még egyszer nagy tisztelettel. Egy mikrofont mindjárt, és hogyha ide fáradnál, jó? Itt, persze, ide is följátsz nyugodtan, ahol jó. Nem gondoltam, hogy én leszek az első, gondoltam a második, de hát így hozta a sors és a vezér úr. Én olyan ember vagyok, mint mindenki, aki ebben a teremben ül. Ugyanolyan munkát végzek ki mást, mint mindenki más, a saját dolgát. Hát én nem akartam tanácselnök lenni. Én a közművelődést műveltem, kultúrotthon igazgató, voltam Veresegyházon 1964-től, és aztán a akkori tanácselnököt meghívták
TSZ elnöknek, ugye akkor a tanácselnök fizetése volt 2200-2300, az akkori TSZ elnökök fizetése pedig 5600-6500. Ugye kellett az erő és a biztatás, hogy a úgynevezett földközösségek létrejöjjenek, és a gazdák valamennyire megszorítást is érezve, hát elfogadják az új rendszert. Mondtam, hogy én nem akarok tanácselnök lenni, de hát ha azt mondják, hogy azt csináljam, akkor azt csinálom. Megtörtént a váltás, ugye akkor a járási hivatal, a járási tanács volt a felettes, egy föl kellett oda mennem beszélgetésre, és amikor jöttem el, akkor a tanácselnöke mondta, hogy és aztán be kell lépnem a pártba. Én mondtam neki, hogy X-elvtárs, miért kell belépni a pártba? Zavarba jött egy kicsit, hogy miért kérdezek ilyet minden bizonnyal. Néhány perc múlva, vagy másodperc múlva mondta, hogy nagyobb lesz a megbecsülés. Mondtam neki, hogy ha a munkámért nem becsülnek, más megbecsülést meg nem kérek. Tehát én párton kívüli tanácselnökként dolgoztam végig, nem azért, mert a szocializmus néhány dolgával nem értettem egyet, igenis egyetértettem és dolgoztam, ami az emberek javát szolgálja, de azon kívül a párt, a hatalom és az ezzel járó ilyen-olyan viselkedés, az nem volt az ínyemre. Tehát én úgy voltam tanácselnök, amíg tanácselnöknek hívták az illetőt, hogy nem voltam pártok, tehát ilyen párthatalomnak nem voltam kitéve, de nem is vettem soha az életemben komolyan az életet, mert az teljesen mindegy, hogy kidobtak, hogy behívtak, odébb lögtek, meg tehát én elfogadtam amit, és tettem a dolgomat. Hát valószínűleg ennek köszönhető, hogy ugye az emberek megválasztottak. Én mondtam le a mostani, most már polgármesternek hívják, egy fiatal embert szánok magam és a környezet, hogy ő legyen majd a választásnál. Én 85 éves elmúltam, tehát én nem indulok újra polgármesterként, és ő tudja csinálni a dolgot nem beosztottként is feladatráépítéssel, hanem tulajdonképpen teljes felelősséggel. Hát ez egy év van még a választásig, ez megtörtént, és a fiatalember végzi a dolgát. Tehát ennyit ehhez, annyit kell tudni, hogy az a település, amelyik 3000 valamennyi volt, nem nagyon érte el a 4000 főt, ugye ma 22000 lakosú település. Régen túl vagyunk, hogy csak a tőzsakosok vannak. Az emberek ez alatt, az idő alatt mindig megválasztottak, de egyetlen egy dolog érdekelt, az emberek kiszolgálása, az én javam soha nem esetett szóba, a jutalmat akartak adni, akkor mondtam, hogy ezt másnak adják, nekem van fizetésem, tehát nem voltak olyan törekvéseim, szándékaim, céljaim, amelyik közösségetlen miattam van. Elmozgattam, ugye. Tehát így értem meg ezt a közel 60 esztendőt, és most természetesen átadom másnak, van egy fiatal ember, remélem, hogy elfogadja és meggyőzi. Köszönöm szépen minden közösséget vezető embert, klubot, egy ilyen társaságot, vezető embert, azt, ami benne van, és amit tenni kell, azt kellő alázattal tegye. Senki nem hordja a követ a
zsebében, hogy mekkora hatalma van. Nincs senkinek nagyobb hatalma az egyik embernek, mint a másik embernek. El lehet beszélgetni, egyet nem lehet érteni, de hatalomként felhasználni ezt a különbséget, hogy ő ott van, ő meg itt van, azt nem lehet. Az emberek, tehát mondtam a településről, hogy egy nagyon-nagyon szegény település volt, egyetlen utcája, járdája, nem akarok itt városfejlesztési dolgokat bemutatni, de eltelt 26 évig, 90-ig, az emberek tudták, hogy évente 3-4 napot ingyen kell dolgozni a faluért. És ezt mindenki megtette, odáig vezetett ez a vállalkozás, hogy messze más városokba mentünk dolgozni, ingyen dolgoztunk, amit kaptunk pénzt, azt pedig a közösség kapta meg, tehát már a mi munkánkon túl máshová is eljártunk, és ezt az emberek megértették. Ez nem csak arra volt jó, hogy gazdagodott a település, hanem arra volt jó, hogy azon a szombati, vasárnapi társadalmi munkán, vagy ha hétköznap volt, az emberek megismerték egymást, ismeretlenül találkoztak, ismerősként váltak el. Tehát a település egymást ismerő és a dolgokért, a településért szívesen dolgozó emberek közössége jött létre. Ebben a városban soha nem számított az, hogy ki volt a pártitkár, ki lesz ez volt. Soha nem volt pártpolitika, mindenki akkor azt csinálta, amit akart. Én magam vallásos ember vagyok, mindig templomba mentem, ma is elmegyek, megszólítottak, hogy talán ezt nem kellene. Azt csinálok szabadon, amit akarok, és nem befolyásol politika tekintetében, hogy Isten hívő vagyok, vagy nem, ezt én nem váltom sem, nem adom semmiért. Tehát az vagyok, akik látnak, és nem vagyok más. Semmilyen helyzetben. Akár adni kell, de inkább legtöbbször adni kell. Nem akarok én sokat beszélni. No, ez az időszak elmúlt a jövő esztendőben, vagy ebben az esztendőben, kollégám veszi át majd a pálcát, ő dolgozik, és hát azt szeretném, hogy a város őt választja meg egy év múlva, és azt a szolgálatot, amit én ebben az 58, valamivel több, majdnem 9 év alatt elvégezhettem, azt megköszönöm az embereknek, és hálás vagyok érte. Köszönöm szépen! Még egyszer. Köszönjük szépen, hogy közénk jöttél, és még egyszer elmondtad ezeket a gondolatokat. És akkor tulajdonképpen nincs más feladatom, mint hogy átadjam a mikrofont, illetve a szót dr. Egri Jánosnak, akiről én is csak ugye a felkészülés során tudtam meg, hogy doktor, hogy disszertációt írt, mert eredeti szakmája szerint villamosmérnök, és később lett aztán a sport kapcsán sportriporter, illetve ugye a 72-es olimpiától igazából onnantól kezdve televíziós személy, és hát valljuk be, hogy leginkább a legtöbb ember a különböző kvíznek nevezett típusú műsorokból, játékabetűkkel, aki mer az nyerde, számomra ugye az elmebajnokság volt az legizgalmasabb. De én azt hiszem, hogy amikor én 7 vagy 8 éves voltam, és az iskolában én voltam a Gedő Gyuri, akkor már mi hallottunk téged, mert amikor néztük a televíziós közvetítést, akkor kellett, hogy téged halljunk, úgyhogy én se tudtam, hogy Egri Jánost ilyen régóta hallhattam és ismerhetem idézőjelbe, bár minden ember, akit ismerek, az előtte ismeretlen volt.
Tehát minden ismeretlen ember, ha megismerjük, akkor ismerősünk lehet. Tehát a kapcsolat, hogy kapcsolatban legyünk egymással, ne menjünk el köszönés, vagy készfogás, vagy ismerkedjünk mi is egymással, mert ezé a jövő, nem a kütyüké. Szóval Egri János azon kívül, hogy mindezt megtette, és utána egyszer csak eltűnt a televízió képernyőjéről, idestova már lassan 30 éve? Körülbelül. Utána, hogy mit csinált, majd azt is el fogja mondani, de hogy rendkívül neves műgyűjtő, aki Viktor Vazareli, vagy Barcsai Jenő, vagy Konok Tamás olyan alkotásaival rendelkezik, amiből kiállítást is lehetne itthon Szekszárdon is készíteni. Nos, szóval, hogy olyan személyiség, akitől mi nagyon sokat tanulhatunk, és mint az elején említettem, ez egy értékrend erősítő program. Tehát azon kívül, hogy az élet útjával megismerkedünk, ami az interneten keresztül ma már mindenki számára egy nyitott könyv lehet, de olyan dolgok, amit ő is elmondana az unokáinak, vagy az adott esetben, ha megírja, a dédunokáinak, vagy a későbbi lemenőinek, mint szellemi hagyatékot, azt szeretnénk, ha mi megkaphatnánk tőle, hogy az évtizedek során ő mit gyűjtött magában, mik a fontos és értékes dolgok, mert ma mindennek ára van, de semminek nincs értéke, és mi az értékekre vagyunk ráhangolódva. Ezt várjuk tőled, kedves János, és még egyszer hálásan köszönjük, hogy eljöttél. Tied a szó. Nagyon szépen köszönöm. Szeretném megkérdezni, hogy mikrofon nélkül viszonylag hallható-e, amit mondok. Ha nem, akkor próbálok hangosabban beszélni, mert jobb, mint hogyha mikrofonon keresztül kellene ezeket elmondanom. Annyit szeretnék mondani, hogy én nagyon készültem erre a beszélgetésre. Tulajdonképpen majd megkérdem a Csabát, hogy akiket ő eddig meghívott, azok milyen megfontolásból, milyen szándékkal jöttek el ide? Mit akarnak mondani? És sikerült-e ez nekik? Először is, hogy kiket válogatott ki, nekem udvariasságból elküldte az eddig meghívott emberek névsorát. Nagyon-nagyon sokat ismerek közülük, néhányan a kollégáim voltak, sőt, ebben az évben Szinetár Miklós is itt járt nálatok, aki nekem a televízióban, ha nem is azt mondanám, hogy főnököm, de felettesem volt, hiszen ő a televíziónak elnök helyettese volt, én pedig a vetélkedő rovatnak voltam a vezetője, tehát ég és föld volt kettőnk között a távolság. 90 éves, tehát idősebb még nálam is, és fantasztikusan nagyon tehetséges, kiváló zenei rendező, és egyáltalán, mint ember is számomra nagyon kellemes kollega volt. Még egyszer mondom, hiszen fölöttesem volt. És akkor elgondolkoztam azon, hogy pár olyan dolgot szeretnék elmondani nektek, hiszen ebben a teremben nincs nálam idősebb ember. Ez egy furcsa dolog, sose gondoltam volna, hogy én majd ülök egy asztal mögött, és mindenki más, aki a teremben ül, fiatalabb, mint én. Ezért olyan dolgot is el szeretnék mondani, aminek semmi köze nincs, még akár a léleképítéshez sem, illetve távolról mégiscsak igen, de miután én ott voltam, és ma már senki nem él azok közül, akik ezt az élményt megoszthatná veletek, engedjétek meg, hogy elmondjak rögtön bevezetésképpen egy apró történetet, és innentől kezdve pedig Csabát kérem meg, hogy tegyen fel bármilyen zavarba ejtő kérdést, igyekezni fogok őszintén, tisztességgel válaszolni. Még csak annyi, hogy megnéztem, mert a Csaba kérte, hogy mi legyen a motto, amit az én nevem alá lehet írni, és akkor én azt mondtam, tudjál nemet mondani. Ezt én az édesapámtól örököltem, és ezt ennek az egész életemben óriási hasznát vettem. Fantasztikusan csábító ajánlatokat, hihetetlen klassz karrier lehetőségeket utasítottam el csak azzal, hogy ne haragudjatok. De János, hát nem érted? Hát ezt a kartont csak alá kell írni, hát nem kérünk semmit se tőled. Csak azt, hogyha kim vagy New Yorkban, hát tartsd nyitva a szemedet. Mondom, gyerekek, ezt én meg tudom ígérni, hiszen én csak éjjel csukom be a szememet. Ezek János, hát
tudod, hogy nem erre gondolom. És akkor én egyébként egy nagyon jó taktika, ezt mindenkinek szívesen ajánlom, ha az ember egy kicsit hülyének teteti magát, az felbátorítja a kérdezőt, és azt hiszi, hogy hát ez tényleg egy kicsit nehezen érti meg, amit mondok, ez egy nagyon kellemes szituáció. Én ezzel gyakran élek, egyébként csendbe jegyzem meg, hogy én ezt a BBC-ben tanultam, ahol egy jó ideig dolgoztam, és hihetetlen sok dolgot tanultam meg. Például az egyik tanácsuk politikusoknak, hogy a riporter kérdésére nem szabad válaszolni. Tehát ha ő megkérdi, hogy te ekkor meg ekkor, akkor ne arra válaszolj, hanem mondd el, hogy tudja, mi történt ma délelőtt? Elszaladt a kutyánk, és elkezdesz egy teljesen más dologról beszélni, a riporter kizökken a sajátjából, és kénytelen valami más dologra, magyarul a kérdésre soha ne válaszolj. Most, ha néztek televíziót, időnként ebből sok tanulságot vontak le. Az én egyik történetem, amit készültem rá, hogy elmondom, mert egy olyan emberi tulajdonságra jöttem rá, vagy vettem észre, amit talán más észre se vett volna. Gondoljatok arra, hogy 1989-ben ugye rendszerváltás volt, és többek között Angliában volt egy Lord Rothermere nevű úr, aki az egész trianoni békét igazságtalannak tartotta, és annak idején, 100 évvel ezelőtt szinte, egy mozgalmat hozott létre, Justice for Hungary, igazságot Magyarországnak. Volt egy ilyen repülőgépe is, aminek ez volt a címe. És ez az úr elhatározta, hogy most, hogy rendszerváltás van, ő csinál a Barbican Centerben, az Londonnak egy nagyon-nagyon elegáns kiállító koncert és egyéb helysége, csinál egy olyan hatalmas kulturális fesztivált, ahova meghívja a legeslegjobb művészeket, és gyakorlatilag Magyarországot ünnepli, és az is volt ennek az egésznek a címe, hogy Britain salutes Hungary. Nagy-Britannia üdvözli, tiszteli Magyarországot. És furcsa módon ennek én lehettem a sajtófőnöke, rettentő érdekes kalandjaim voltak ezzel kapcsolatban. Ebből egyet mondok el nektek, aminek szintén van egy léleképítő tanulsága. Akkor Margaret Thatchernek hívták Anglia miniszterelnökét. Egy nagyon-nagyon kedves, idős, kulturált hölgy volt, és ő akkor meghívta ennek az egész magyar oldalról, Posgai Imre volt akkor az államminiszter, és ott volt egy nagykövet, és ott volt a sajtófőnök, és meghívott hármunkat a Downing Street 10-be. Itt is egy pillanatra megálltok, és arra gondoltok, hogy hány magyar állampolgár járt benn a Downing Street 10-ben. Akkor nem tudnék nagyon 5-6-10 fölé menni, mert ez egy meglehetősen zárt kör, tényleg a miniszterelnöknek a lakása, hivatala, oda külföldi államvezetőket hívnak meg, Magyarországról viszonylag kevesen jártunk ott. Nem is az a lényeg, hogy nekem milyen szerencsém volt, természetesen vittem magammal az egyik kollégámat is, Kaplár F. Józsefet, aki az autóban mondta, te, otthon hagytam a sajtóigazolványomat. Hát mondom, megőrültél, hát akkor hogy fogunk bemenni a miniszterelnökhez? Hát majd elintézed. Tehát volt bizonyos elvárás velem kapcsolatban. By the way, végül tényleg bejött a Kaplár. Nem is ez a lényeg. Egy hűvös, kellemetlen esős nap volt, és a Downing Street 10 előtt állt mondjuk 30-40 fotoriporter, hiszen ez egy esemény volt az állam és a magyar állam életében. Nem minden nap van ilyen. Rettentő sok fotós állt ott, áztak, fáztak, ott volt a fényképezőgépük, és erre a Downing Street 10-ben van 5 perc, amit úgy hívnak, hogy photo session, tehát 5 perc ez az idő, amíg a fotósok bejönnek, megcsinálják a képeiket és kimennek. És addig udvariasan a Margaret Thatcher kezet fog a Posgaival, a kandalló előtt, fölöttük egy Turner kép, gyönyörű minden. Ez így elmondva isteni. És itt jön egy olyan dolog, ami míg élek, nem fogom elfelejteni. Nagy-Britannia miniszterelnöke Margaret Thatcher észrevette, hogy a nagy tülekedésben ott volt 20-25 fotós, az egyik folyton kiszorult, meg ügyetlen volt, és nem tudott jó képet csinálni. És erről magában azt gondolta, hogy itt van az egyik állampolgárom, aki majd visszamegy a szerkesztőségbe, és azt mondja neki a főszerkesztő,
Tehát egész nap ott voltál, és ezt a vacak képet tudtad csinálni? És ezért megállt, és azt mondta egy pillanatra, nyugodtan lépjen előre. Megkérte a Posgai Imrét, és újra kezet fogott vele ennek az egy fotósnak, hogy neki is legyen egy jó képe, amikor visszamegy. Ez valami olyan emberi nagyság, hát gondold el, Britannia miniszterelnöke és a fotósnak is ügyel arra, ez az én országom egy állampolgára, ez neki a pályája, a karrierje, akkor én erre figyelek. Számomra ez ilyen szempontból igazán egy lélekemelő, lélekerősítő pillanat. Úgyhogy ezt gondoltam, hogy azért elmondom nektek, hogy kint vannak furcsa politikusok, egyáltalán Angliában nagyon fura más is az élet, gyorsan még Csaba kérdése nélkül egy másik történet, hogy én a Magyar Nemzet nevű újságnál sportrovatban is tevékenykedtem, mint újságíró, és engem kért meg Zsolt Robi, talán vannak, akik emlékeznek rá, ő volt a sportrovat vezetője, egy zseniális, kiváló ember, hogy Wimbledonból közvetítsek egy wimbledoni tenisztornát, aminek én nagyon boldogan eleget tettem, hiszen az nem egy mindennapi élmény, hogy te Wimbledonban ott ülsz a tribünön, és közvetítesz egy világversenyt. Ráadásul, ugye angolok, tradíció, hogy kinek milyen helye van a Wimbledoni stadionban, az attól függ, hogy az az újság, ahol dolgozik, hány éve közvetít onnan. És miután a Magyar Nemzet 1929-ben már közvetített, ezáltal a Chicago Tribune-t vagy valamit is megelőzte, ami százszor akkora lap, kizárólag csak azért, mert ezek már régóta itt vannak. És ennek volt egy sajtófőnöke, úgy hívták, hogy Richard Behrens, egyébként egy velszi ember volt, egy írtóhelyes újságíró, akivel mi a Zsolt Robival időnként szoktunk neki egy kis kolbászt, vagy egy kis párizsi pálinkát vinni, és ezért mi nagyon-nagyon jó helyzetben voltunk minden ilyen sajtófogadáson. És egyszer oda mentem hozzám, ott voltam 4-5 napja már, és ment a meccs, hogy ne haragudj, Richard, a kislányom itt dolgozik most Londonban, mint au pair, tehát gyerekekre vigyáz. Egyetlen alkalommal esetleg kihozhatnám ide a stadionba? Így rám nézett, és ennyit mondott. No. Vérig sértődtem. Mondom, hát bezeg a pálinka, meg a kolbász, az ízlik, mi? De egy ilyen kis apróság, hogy a kislányom egyszer Wimbledonban meghaladja a képességet, rögtön persze. Ilyen lettem, megsértődtem, mondtam, semmi. Visszaültem a helyemre, és egész nap ezen bosszankodtam, hogy hogy lehet ilyen. A meccs végén odajött, és azt mondja, ne haragudjál, jól emlékszem, hogy azt kérted, hogy egy technikai segítségre van szükséged ahhoz, hogy a munkádat el tudjad végezni, mert természetesen hát itt a jegy, hát a technikusnak ott a helye melletted. Tehát ez az angol mentalitás. Ő rögtön tudta, hogy természetesen majd fog jegyet adni, de nem úgy, mint egy családtagnak, hanem mint egy sajtósnak, a munkatársának. Tehát erre gondoljatok, hogy egy ilyen egészen furcsa, apró kis momentumra 40 év múlva is emlékszik az ember, és hogy én ennek az embernek a nevére emlékszem, hogy úgy hívták, hogy Richard Behrens. Tehát ez a két olyan típusú történet, ami semmi mai élethez nem kapcsolódik, csak hogy az ember, hogyha sokfelé utazik, érdekes embereket tud megfigyelni, és ha nyitva tartja a szemét, akkor egy ilyen kis apró momentum, hogy a miniszterelnök figyel az állampolgáraira, az alattvalóira, megmarad a fejében. Ennyi Londonról. Köszönjük szépen. Hát azt hiszem, hogy mindannyian kíváncsiak lehetünk arra is, hogy hogy indult az életed, és milyen szülői attitűdöt kaptál, és az hogyan hatott rád, főleg ugye édesapádon keresztül, és hogy ezt te mennyire tudtad a saját családodban érvényesíteni, mennyire volt ez diktatúrikus, vagy éppenséggel szelíd, tehát
mit kaptál otthonról, és ebből mit tudsz továbbvinni, mi az, amit érdemes ebből továbbadni, mert a mai világban a szülők, pedagógusok, felnőttek és az új generáció a nehezen, vagy talán nehezebben tud egymással kijönni, mint annak idején mi kijöttünk a felnőttekkel. Nem tudom, hogy ezt jól látom-e, de mi az, amit te ebből fontosnak találsz, és akkor innen már kérdés nélkül is térjünk majd át, ami az életedet talán a legjobban befolyásolta, a sportra. Szívesen. Először is az édesapámról annyit, mert ő hozzá nagyon sok minden fűződik, nem csak ez a motto, hogy tudjál nemet mondani, hanem egy abszolút rendkívüli ember volt. Mennél többet gondolok rá, természetesen, amikor a gyereke voltam, akkor mindenre nem gondoltam, hiszen ő egy autoriter személyiség volt, tehát gyakorlatilag alkalmazkodnom kellett az ő döntéseihez, ha tetszett, ha nem. Erre is van természetesen anekdóta, akkor már egész jól tudtam, mert magántanulóként angol tanárhoz kellett járnom, egész jól tudtam angolul. És akkor voltam 13 éves, azt mondta az édesapám, na hát ennek örülök, ez az egész jól megy már az angol, ideje lenne egy második nyugati nyelvet is felvenni. Úgyhogy én arra gondoltam, hogy esetleg el kellene kezdeni franciául is tanulni. Mondom, de papa, hát ne haragudjál, hát jégkorongozom, iskolába járok, futballozom, ezt csinálok, azt csinálok, kétszer egy héten járok angolra, hát, és erre a papa így rám, de értem. Szóval akkor kétszer egy héten mehet a francia. És a vita eldőlt. És most utólag azt mondom, papa, nagyon szépen köszönöm. Mindent annak köszönhetek, vagy nagyon sok mindent, például franciaországi ösztöndíjakat, hogy aránylag jól tudtam már akkor franciául, és nem volt vita arról, hogy ez most így legyen, vagy úgy legyen, hogy akkor délelőtti focit át lehetett tenni egy kicsit úgy, hogy egy kis francia óra kétszer egy héten beleférjen. Természetesen a papának ugye volt olyan szempontból hátrányos tulajdonsága is, hogy én, mint osztályidegen nem tudtam a Budapesti Műszaki Egyetemre bekerülni. Ti erre felkapjátok a fejteket, hogy mi ez, hogy osztályidegen? Akkor az egyetemi felvételénél négyfajta kategóriába osztották a jelentkezőket. Munkás, paraszt, értelmiségi, egyéb. A negyedik kategória egy piros X-el volt jelölve, az volt az osztályidegen. Nekem ezt sikerült megszereznem, és elmentem természetesen a felvételire, és igyekeztem ott aránylag jól válaszolni, majd kaptunk egy elutasító levelet, hogy a felvételi pontszámok kevesek voltak ahhoz, hogy felvegyenek. 4 évvel később aztán bementem a dékáni hivatalba, amikor már egyetemi polgár voltam, és meg tudtam nézni, hogy ez a felvételi pontszám mire volt elegendő, és valóban igazuk volt, mert 300-an jelentkeztek. És én csak második voltam. Tehát ez valóban nem volt elegendő ahhoz, hogy felvegyenek. Így aztán a papám úgy gondolta, hogy ha már nem sikerült elsőre a műegyetemre bekerülni, akkor valamit ki kéne találni, hogy azért végül mégiscsak mérnök legyen a fiából, hiszen őneki a mérnöki hivatás az volt mindennek a teteje. Az egész életében ezt a fajta konstruktív gondolkodást igyekezett megvalósítani, és amúgy is, hát ez volt a pálya, amit majd a fiának is be kell járni. És akkor kitalálta azt, hogy volt akkor egy mezőgazdasági gépészmérnöki főiskola, a Villányi úton volt ennek az egyetemnek a székhelye, és oda azért fölvettek, mert az a Földművelésügyi Minisztériumhoz tartozott, ezért az én X-es kartonom, ami az Oktatásügyi Minisztériumban volt, az nem jutott el oda. Én ott egyszerűen egy egyszerű egyetemi hallgató jelentkező voltam, föl is vettek, és 56-ban különbözetivel átkerültem a műegyetemre. És itt is van egy olyan furcsa, hogy mondjam, történetem, amit azért szívesen elmondok nektek, mert nincs valaki más, aki ezt most elmondhatná, mert én ott voltam. 1956. október 23-a, gondolom egy történelmi dátum, mindannyian jól emlékeztek rá. Én akkor voltam elsőéves műegyetemista, és a műegyetemisták a műegyetem kertjében, udvarában elhatároztak, hogy elmennek a BEM térre tüntetni, majd utána onnan teherautóknak a platóján átvittek minket a rádióhoz. Tehát most itt ül veletek szemben valaki, aki ott volt 1956. október 23-án
a rádió ostrománál. Na most percig ne higgyétek azt, hogy valami hőstettet sikerült ott végrehajtani, hiszen oda ment 150-200 gyerek, 20 évesek, 23 évesek, és dörömböltek az ajtón, a Bródy Sándor utcai rádió kapuján. Semmi nem történt egy ideig. Majd föltárultak az ajtók, és kijöttek az ávósok, szuronyt szegezve. És minket a Bródy Sándor utcából szépen kitereltek a múzeum körútra. Senkinek akkor még semmi baja nem volt, de ottan kisebb csetepaté támadt, mert egy valamelyik egyetemista egy ilyen 25 literes alumínium teljes tartóedényt odadobott az ávósok közé, és az egyiknek eltalálta a fejét. És itt ebből az atrocitásból egy lövöldözés támadt, és most hallgassatok meg, 9-en meghaltak. És most meghívtak engem a Budapesti Műszaki Egyetem gyémán diplomát átvevő 2021-ben, és a műegyetemnek az aulájában ezeknek az embereknek, az én nem osztálytársaimnak, mert nem én csak elsős voltam, és ezek között volt másodikos, harmadikos, ott van a márvány táblája a műegyetem falán. 9 ember, ugyanígy 20 évesek voltak, mint én. Tehát az élet ilyen furcsaságokon keresztül van. Ilyen gondolataim támadtak, hogy ezt esetleg azért mondom el nektek, mert az én távozásommal ezek eltűnnek, ezek nincsenek leírva sehol se, nem azért, mint hogy az ember szégyelné, hanem úgy gondolja, hogy ez vele megtörtént. És most itt alkalmam nyílt arra, hogy elmondjam. Te jössz, Csaba. A sport az, amiről említettem, hogy talán az életedet legjobban meghatározta, hiszen bár a televízióból ismerünk a legjobban, de a sport most is az életed része, és erről és az annak a tanulságairól, vagy tapasztalatairól, hogyha beszámolnál, mert azért valljuk be, hogy 3 alkalommal is ugye a válogatottnak tagjaként jár 67-be, ugye, vagy 57-be, aztán 61 és 63-ba is. A jéghokinak egy nagymestere, és most is keddenként, ha jól tudom, eljársz hokizni, hétfőn, meg csütörtökön, meg teniszezni. Tehát, hogy a 87 éves Egri János hogy tudja ilyen jó karba tartani magát, hogy ez egyrészt egészségi kérdés, másrészt pedig egy életforma kérdés, hogy erről bővebben a kezdetektől és a folytatásról... Arra gondolsz, hogy pénteken mit csinálok? Természetesen szinte mindent a sportnak köszönhet az ember, én legalábbis, pláne, hogyha az csapatsport, és pláne, ha küzdősport. Egyébként a fiam és az unokám mind a ketten jiu-jitsuznak, mind a kettő rettentő erős, és a fiam most oktatóként vizsgázott. Tehát ezt sikerült továbbadni. A küzdősportnál semmi jobb jellemformáló erő nincsen. Meg tudod védeni magadat, nem engeded a sarokba szorítani magadat, és ad egy tartást is neked. Hozzám ebben a korban nem nagyon lép oda a villamoson valaki, hogy na öreg, húzzál már arrébb, mert inkább akkor egy idős nénitől elveszi a telefonját. Azzal könnyebben boldogul, gondolom. Az igazság az, hogy éppen a tegnapi vagy tegnap előtti nap láttam a Gedő Gyurit, aki ugye 1972-ben 48 kg-os súlycsoportban olimpiai bajnok lett. És a meccset én közvetítettem. Na most gondold el, hogy 1972, és most 2023 van. És látom a Gedő Gyurit, aki 48 kilós kisrác volt, nagyon ügyes természetesen, és ennek a meccsnek a hangulatát én közvetíthettem. Így indult el tulajdonképpen később a televíziós pályafutás. Egy hosszabb-hosszabb ideig sportriporter vagy sportbemondó voltam, és mindig azért próbálom ezt elmondani, ma már alig érthető, hogy egyetlen egy televízió volt, ráadásul az is fekete-fehér, és 4-5 millió ember nézte 7:30-kor, hogy mi történik. És 7:30 után, 23 perccel,
Egri János elmondta, hogy a Manchester United 3-2-re nyert. Tehát ez egy olyan fajta ismertséget, netán népszerűséget adott, ha te különben viszonylag tisztességes életet éltél, vagy netán sport sikereket is elértél, akkor ez az egész életeden át elkísér. Most is bárhol, és a másik, amit én nem győzök eléggé örömmel és szeretettel, hogy ezek a régi barátok megvannak. Én nem tudok egy olyan helyre bemenni, legyen az vízilabda, kosárlabda, box, jégkorong, ahol ne valaki oda ne jöjjön, és meg ne öleljen, hogy hello, szia, nagyon jól nézel még mindig ki. Itt rögtön egy olyan furcsa dolgot fogok mondani, mert gondoltam arra is, hogy a Csaba majd esetleg megkérdi, hogy én például kit javasolnék, hogy ebbe a székbe esetleg ő valakit meghívjon. És itt mondok három nevet, kettő tetszeni fog neki, egyen el fog gondolkodni. A három név a következő. Az egyik, tudom, hogy már megfordult a fejébe, ez Faragó Tamás, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó. Nagyon szeretnénk meghívni. Zseniális, Pali, imádom. Egyszer valahol egy vendéglőben kaját, nem vette észre, hogy mögé léptem, és valahogy hátra tekertem egy kicsit a karját. Ő nálam egy picivel erősebb, egy olyan 100-110 kiló, és így hátra nézett, és csak annyit mondott, összetörlek. Ennyi volt az egész beszélgetés. Tehát ez egy alap, és a másik, akit nagyon-nagyon a szívetekbe ajánlanék, nem csak a sportbeli eredményei miatt, az a mostani kardvívónk, aki háromszoros olimpiai bajnok, és fair play díjas azért, mert amikor egy tust nem ítéltek meg az ellenfelének, és ő érezte, hogy ő neki a tus jogos, mert eltalálta őt, akkor a legközelebbi támadásnál letette a kardját, és oda tartotta mellét, hogy itt nyugodtan megszúrhatsz, ez a te találatod. Tehát őre gondoltam. Szilágyi Áron. Köszönöm. Áron. Szilágyi Áron. Igen, Szilágyi igen. Áron. Én tehát... csak, bocsáss meg, a menedzserig jutottam, igen. Aki azt mondta, hogy 3000 euró per óra a történet, úgyhogy ha meg akarom hívni, akkor ebbe gondolkodjak, de nem adtam fel. Másképp kell megkeresni, nem a menedzserén keresztül. Nem a menedzserén keresztül. Mondd meg, hogy az én honoráriumot megkapja ő is. Ettől nem mondhatja azt, hogy ja, hát az egriáját, akkor eljövök én is. Hát ez egyszerű, nem? A másik, amit mondanék, és ez az, akire esetleg úgy gondoljátok, hogy talán mégsem, hiszen én megnéztem, hogy eddig kiket hívtatok meg, ez az Alföldi Róbert, aki nem csak egy színházi rendező, egy furcsa ember, hanem saját maga képzőművész is. Tehát festményei vannak, amiket ő alkot. És nagyon-nagyon jó dolgokat csinált a Nemzeti Színház élén, és most egy kicsit, hogy mondjam, hát háttérbe van szorítva. Tehát ő rá például érdemes lenne hallgatni, hogy ő ezt hogy éli meg. Ez csak egy ötlet, semmi javaslat más nincs mögötte. A két sportoló és egy színházi rendező a Szinetárhoz és az Ókovácshoz és a többiekhez beleillik a sorba. Erre gondoltam. Köszönjük szépen. És a segítséget, a kapcsolatot is majd remélem, hogy esetleg ebben is ezen a 3000 euróra elgondolkoztam. A másik, ami igazán nevetséges bölcs tanács, soha ne vegyetek komolyan semmit se. Egy poénnal, egy kis hülyéskedéssel, egy kis jókedvel a legkínosabb szituációból is ki lehet jönni. Ha elkezdesz fontoskodni és tenni-venni magadat, egyrészt nevetséges, kettő nem érsz el eredményt, tehát nem célszerű. A jégkorongot azért például szoktam mindenkinek ajánlani, a leges-leges legjobb életiskolája. Ha te 5-10 évet egy jégkorongöltözőbe kibírsz, az az életre téged nagyon-nagyon-nagyon fölkészít. És ott az előbb a Béla mondott egy szót, amit én kölcsön veszek tőle, és használom én is. Alázat. Ez a szó, ez máshogy ismeretlen. Egy jégkorongöltözőben erre téged megtanítanak. Te lehet, hogy egy nagyszerű játékos vagy, de ez a másik, ez az ügyetlen, ez a két elemit végzett hülye, ez backhanddel jobban lő, mint te. Úgyhogy ő játszik a kezdősorba, te meg légy szíves, ülj le addig a cserepadra. Ezt nem könnyű elviselni, de hát én, aki... Értjük, értjük. Nagyon klassz, nagy szükség van rád, ülj le.
Ezt gondoljátok el, hogy az életben milyen sokszor lehet az embernek segítség, hogy helyedre tesznek téged. Ettől téged ugyanúgy kedvelnek, hasznos vagy, benne vagy az utazócsapatba, de hát most nem te játszol. Tehát ez is megtanít egy picit. És a másik, amit szoktam mondani, a Bélának is említettem, ami a küzdősportoknak egy rettenetes nagy adománya, mindenkinek ajánlom, fájdalomtűrés. Gondoljátok el, nézzétek meg egy esti televíziót, hogy hány hirdetés szól fájdalomcsillapításról. 500. Az egyik ilyen, a sárga krémes Dolbit, az erre jó, csak fájdalomcsillapító gyógyszerek. Na most ezeknek mindegyiknek mellékhatása van, szörnyű károkat okoznak, és attól, hogy egy kicsit megütötted a kezedet, akkor, hogyha egy vizes ruhát ráteszel, másnapra elmúlik, és nem kell bevenni fájdalomcsillapítót se. És ez is például egy igazi jégkorong tapasztalat, hogy az egyik játékosunknak az édesapja volt a válogatottnak a gyúrója. Egy zseniális bácsi, maga is egyébként ezüstérmes gátfutó volt, tehát egy idős ember, aki, én egyszer megsérültem egy külföldi meccsen, ő éjjel fölkelt, és kétszer kicserélte a borogatást rajtam, hogy másnap a meccsen újra tudjál játszani. Na most ezeket mondjátok, itt nincs se honorárium, őnek is aludni kell, és nem, ez nem van se hála, se semmi. Hát az a cél, hogy te holnap jó formában legyél. Hát akkor beborogatjuk a kezedet. Na most ezek ma, amikor minden gyakorlatilag vagy pénzről szól, vagy valamilyen kapcsolatról, vagy valami anyagi előnyről. Hát Black Friday van, hát el kell menni vásárolni, 25%-kal olcsóbb. Mondom, de nem akarok venni semmit se. Az, János, nem érted? 25%-kal olcsóbb. És ez mindenre, ez igaz, lehet, hogy ez a 21. század, vagy Amerika, vagy a fene tudja, de ennek egyrészt nem muszáj mindenbe bedőlni, tehát csak akkor vesz az ember magának valamit, gondolom. Feleségem időnként megszámolja, hogy hány ingem van, amikor netán előhozakodok egy apró ötlettel, hogy új inget kéne venni, akkor ő megszámolja, hogy mennyi van, és ebben benne van egy kritika, hogy talán most nem is kell új inget venni. De azért ma megnéztem, hogy egy rendes ingbe jöjjek, úgyhogy azért igyekszik ügyelni rám, de a lényeg az, hogy nem kell ezeknek a reklámoknak sem minden áron bedőlni. Pláne azért, mert nem jók. Ha megnézitek például a magyar televízióban, vagy az összes többi másik adóban a reklámokat, az egyik jelentős része egy külföldi reklám magyar alámondó szöveggel. Áll egy bazi nagy kövér fekete nő, és valamilyen ruhaneműt próbál. Ezzel a magyar vásárlókat akarod vásárlásra kényszeríteni? Hát ezek nem nagyon hasonlítanak ehhez a modellhez. Nem baj, ez a reklám megvan, mi alá mondunk fillérekért egy magyar szöveget, és ezért is elment. Szóval olyan igénytelenség van, ez zavar tulajdonképpen a jelenlegi televíziózásban, és ez nem csak a közszolgálatira vonatkozik, a többire is. Nem elég profik. Tehát ennyi pénzből, 130 milliárd, jobb műsorokat lehetne csinálni. Lásd, Szinetár Miklós. A tévé zenés színháza. Az egy kultúra. Ott emberek, vagy amit én nagyon-nagyon-nagyon szeretek, és sose felejtem el a nevét megemlíteni, egy nagyon kedves kolléganőm volt, Fellner Andrea, aki többek között egy olyan műsort talált ki, amit az egész világon a Magyar Televízió csinált először, és aztán sokan másod. Volt egy olyan műsorunk, Nemzetközi Karmesterverseny. Emlékeztek erre? A világ minden tájáról dirigensek vezényelni eljöttek. És egy szimfonikus költeményt, vagy egy operát, vagy valamit végig vezényeltek. És a magyar néző Mezőgövesten vagy Szekszárdon egy világhírű embernek az előadását láthatta. És ez nem került milliárdokba, ez most miért nincsen? Mert ehelyett inkább valamilyen propaganda, vagy egyéb hasznos dolog van a képernyőm. És ettől persze meg kell nézni a nézettséget. A nézettségben óriási hazugságok vannak, mert egyébként ezt ugye elektronikusan is mérik. Tehát, hogy mikor van bekapcsolva, és mikor nincs bekapcsolva. Hogy be van kapcsolva, és te a konyhában ebédelsz, ettől úgy tűnik, hogy te nézed a műsort, tehát a nézettségi adatok nagyon jók. Csak éppen nem ül senki a készülék előtt. Ilyen apróság ez. Régen volt ez a tetszési index. Igen. Igen.
amikor telefonon beszéltünk, akkor azt is említetted, hogy hát több riportban téged kérdeztek már, és olyan dolgokat szeretnél elmondani, amit a riportokban kevésbé, ilyen Táncsics Mihály helyett szeretnél itt megszólalni, hogy mik azok, amiket még tartogatsz számunkra? Hát tulajdonképpen az egyiket azt már elmondtam, ez, hogy 56-ban ott voltam a Rádió Ostrománál, azért gondold el, hogy ma hány ember él, aki ezt elmondhatja magáról, vagy hány ember vagyunk büszke erre, vagy mondja el. Hát nagyon kevesen vagyunk. Először is ennek az életkornak rettentő sok hátránya van, persze, könnyebben megbotlik az ember. Ez is egy nagyon bölcs tanács, 20 évvel fiatalabbak is figyeljenek. Az életkor növekedésével egy csomó képességünk csökken. Ügyetlenebbé válunk, feledékenyebbé válunk, egy csomó más dolog kicsúszik a kezünkből, ami korábban nem. Ez ellen úgy küzdeni nem nagyon lehet, mert ez egy természetes folyamat. Egyet lehet csak csinálni, egy picit jobban a lábunk alá nézni. Tehát én most is le tudok szaladni úgy egy lépcsőm, hogy nem esem el, sőt a gyerekeim legnagyobb örömére. Egyszer Grenoble-ban egy olyan lépcsőn szaladtam le, ami felfele ment, és én irány ellen mentem, természetesen megbotlottam, és mondták, papa, ezt ne gyakorold tovább. Na mostan ilyeneket ma már ugye nem csinál az ember, de azt mindenképpen jó tanácsként mondom, hogy akár autóvezetésnél, akár közlekedésnél, tessék egy kicsit jobban odafigyelni arra, ami korábban figyelés nélkül is jól ment. Na most persze mondjuk egy jégkorongedzés, ez másképp néz ki, mert ott van némi rutin, meg a többiekkel az ember szívesen van együtt. Ez a másik, amit talán azt mondanám, hogy ez a fajta baráti kapcsolat, ami 50 éve tart, teljesen mindegy pártállástól, vagy gondolkodástól, bármit, vagy anyagi helyzettől független, ez ott érdektelen. Hát ezzel a Palival ekkor és ekkor együtt játszottam Calgaryban. Hát mit haragudnék rá? A másik pedig elment délelőtt síelni, jól elesett, és este nem tudott játszani a meccsen, ezért jól leszúrtuk, hogy nem azért jött ki hokizni, hogy délelőtt a sípályán elessen. De ettől még persze, hogyha bármi gondja van, vagy baja van, itt is vannak anekdóták, szörnyűségesek. Kint voltam Kínában, a feleségemmel együtt, ahol valamilyen ügyet akartunk elintézni, és úgy volt, hogy kijönnek értünk a pekingi repülőtérre autóval. Na most nem tudom, hogy volt-e közületek valaki Kínában? Szép nagy ország, a repülőtere akkora, mint két szekszárd, és hát minden olyan méretek, hogy nem európai ember számára való. Kiderült, hogy mi nem arra a pekingi repülőtérre érkeztünk meg, ahova előzőleg mondták, és ahol majd értünk, kijön egy autó, hanem egy teljesen másikra, mert Peking nagyocska, és van 5-6 repülőtere, mindegyik négyszer akkora, mint Ferihegy. Megérkezünk oda, és mondom a feleségemnek, ez nem az a repülőtér, itt nem vár minket autó. Azt mondja, jó, hát akkor beülünk egy taxiba, és elmegyünk a szállodába. Mondom, melyikbe? Én azt se tudom, melyik szállodába lakunk. Azt mondja, jó, hát akkor hív fel azt a hokistát, aki ezt az egészet menedzselte. Mondtam, Juditka, reggel 4 óra van Budapesten, de természetesen telefonálok. Felveszem a telefont, felveszi a másik oldalt. Hello, mondom, Gyuri, mi van, hogy fenn vagy? Azt mondja, hülye vagy? Hát NHL döntő van, nézem a meccset. Tehát ez is a hokinak közeledem. Képzeld el, nem ide jöttünk, hanem oda, és nem... Azt mondja, nyugi. Ülj le a büfébe, majd megy a sofőr a másik repülőtérről. És elintézte Budapestről, hogy egy másik pekingi repülőtérről átjöjjön értünk az autó, és az elvigyen minket a szállodába. Na most ez se pénzzel meg nem vehető. Ebbe egy fura szót fogok mondani. Ebbe szeretet van. Hogy tudom, hogy ez a másik most ott kínlódik, majd segítek neki. Pont. Ilyen egyszerű. Vagy legalábbis én így élem meg. Azt mondd meg, hogy azok a tévéműsorok, amiket te vezettél, azokat te találtad ki, ráadásul nem is egy, hanem
volt, hogy kettő vagy három ment párhuzamosan. Igen. Hogy ezeket hogy tudtad összefésülni, hogy tudtál erre felkészülni, és ez az életednek, ennek, ez, hogy emlékszel ezekre a dolgokra így vissza? Tulajdonképpen örömmel. Az első az, hogy amit szintén sokszor elmondtam, és most is szívesen említem, hogy én a magyar nyelvhez nagyon-nagyon vonzódom. Az nekünk egy olyan nemzeti kincsünk, egyébként a franciák ugyanígy vannak vele. A franciák rettenetesen büszkék és óvják a nyelvüket, rettentően küzdenek az angol behatás ellen. Ők ezt úgy hívják, hogy franglais, tehát félig francia, félig angol, és ezek ellen ők küzdenek. Most olvastam egy nyelvésznek egy érdekes mondatát, hogy itt van az a szó, hogy podcast. Mi ennek a magyar megfelelője? Mondj egy szót, ami ezt az angol szót helyettesíti. Nincs ilyenünk. Tehát magyarul egyre inkább, egy kicsi ország és kicsi a nyelvi ismeretségünk, kénytelenek vagyunk egyre több angol vagy egyéb szót bevenni, mert a világ e felé halad. És most fog egy olyan időszak következni a ti életetekből, amire nagyon kéne, hogy figyeljen a világ, és ti is. Ez a mesterséges intelligencia. Olyan mértékű változást fog létrehozni az életben, mint legalább a mobiltelefon. Senki nem gondolta volna 50 évvel ezelőtt, hogy a mobiltelefon nélkül ma gyakorlatilag létezni nem tudsz. Elmész Franciaországban egy vendéglőben. Odaadják az étlapot, ami nem más, mint egy QR kód. Azt mondja, hát tedd rá a telefonodat. Mondom, gyerekek, ide csak azok jönnek ebédelni, akiknek van okostelefonjuk? Hát adjatok egy nyomtatott étlapot, hogy el tudjam olvasni. Hát János, hát sajnos nincs olyan. Felállunk és kimegyünk, hiszen a mi telefonunkon, a mi gondatlanságunkból ez a QR kód nem szerepel. Tehát úgy gondoljuk, hogy ennélkül is lehet élni. Ez nem egy hősies magatartás, csak feleslegesnek tartom ezt a minden kütyűnek az állandó használatát. Méri a vérnyomásodat, mér mindent, amit akarsz. Ugyanakkor persze nagyon sokat használjuk, hogy az autóval közlekedünk, akkor a Waze vagy valamelyik másik segítségével könnyen tájékozódunk. Tehát ezzel nem úgy kell harcolni, hogy semmi se, hanem egy pici mértéket érdemes szerintem tartani. Én legalábbis próbálom. Úgyhogy félig meddig válasz csak arra természetesen, amit kérdeztél. A televízióval kapcsolatban a nyelvi nehézségem, vagy nyelvi szereteten túl, nekem szoktam mondani, hogy a diktatúrának mindenki a szörnyű hátrányait említi. Ez igaz, hiszen, mint mondtam, osztályidegenként nem tudtam bekerülni a műegyetemre. Én két olyan előnyt tudok, a Rákosi, illetve a élt valaki közületek a Rákosi rendszerben egyáltalán? Hát ez a történelem előtti idő, mint Martinovics Ígdát. Én éltem, és ott természetesen nem minden volt a kedvem szerint való, hogy ilyen finoman fejezzem ki magam. Egyetlen egy őrült előnyét élveztem. Én a Fasori Evangélikus Gimnáziumba jártam, és akkor 55 táján jött egy olyan törvény, hogy mindenkinek abba az elemi iskolába kell járnia, ami a lakóhely szerint illetékes. Mi a 6. kerületben laktunk a Munkácsi Mihály utcában, ezért én a Szinyei Merse utcai általános iskolába lettem átrakva. Volt egy másik valaki, aki Debrecenben író nő volt, akinek a művei nem a szocialista, realista művészetet gazdagították, ezért úgy találták, hogy neki nem kellene publikálni, hanem ő az eredeti végzettsége pedagógus. Menjen el magyar tanárnőnek. És a Szinyei Merse utcai általános iskolába tették, ahol én ott ültem a 7. elemibe. A hölgyet úgy hívják Szabó Magda. Nekem Szabó Magda volt a magyar tanárnőm. Köszönhetem ezt Rákosi Mátyásnak, vagy mi a fene? De végül is azt kell mondjam, hogy nekem ez egy jó tétemény. Hát így összekerültünk, engem onnan kiraktak ide, őt onnan kirakták oda, és élete végéig mellette maradhattam. Most volt egy sétány Budapesten, a Millenáris Parknál,
amit Szabó Magdáról neveztek el. És engem kértek fel, hogy ennek a névadóján, a televízióban, meg máshol két szót a magyar tanárnőmről ejtsek. Ennyi. Na most gondoljátok el, hogy milyen fura dolog, hogy mindezt minek köszönhetjük? Hogy egy idióta diktatúrában ilyen intézkedéseket hoztak. Szerencse is kell az élethez. Ez az én véleményem. A képzőművészettel kapcsolatban még egy dolgot lehet ugyanígy mondani. Kik voltak annak idején so-called, idézőjelbe tett művészet iránt érdeklődők, műgyűjtők? Hát ez egy polgári csökevény volt. Hát minek veszel festményeket vagy szobrokat? Én nagyon büszke vagyok arra, hogy Varga Imre nekem dedikálta a Radnóti Miklósról készült szobrának az anyag változatát. Hiszen egy nagyon szűk kör volt akkor, aki a művészekkel, Czóbel Béla bácsi lefestette a kislányomat 5 éves korába. Tehát ezek mind-mind olyan dolgok, ezek nem az én kiváló képességeimnek köszönhetők, hanem ez egy ilyen torz rendszer volt. Művészet, polgári csökevény. Golf vagy tenisz, úri sport. Röplabda. A szovjet katonák röplabdáznak a saját kaszárnyájukban. Ki akar itt golfozni? Vagy ki akar itt teniszezni? Tehát ezek mind-mind magyarul az összes negatívumból, amit egy diktatúra tud hozni, ki lehet mazsolázni azokat, amik a te értékrendet támasztják alá. És nem kell velük foglalkozni, hogy nekik tetszik vagy nem tetszik, hanem örülni kell annak, hogy neked erre lehetőséged van. És kik voltak annak idején a Bizományi Áruház vállalat kép aukcióin? Orvosok, könyvtárosok, tanárok, pár ember. Tehát az nem tartozott hozzá az akkori elit, az akkori NER lovagok táborába. Most egy más kategória van. És ha most volt 2 nappal ezelőtt a Virág Juditnak és a Kieselbachnak az aukciós kiállítása és a maga az aukció. Véletlenül van fogalmatok arról, hogy milyen árak vannak most? De mondjuk magyar festők, mondjuk El Kazowski. Mond valamit ez a név nektek, hogy El Kazowski? Én személyesen jól ismertem, kedvelt engem, sokat voltam fenn nála a lakásán, mert ez egy orosz származású hölgy volt, a mamája orosz teát főzött, hogyha fölmentem netán képet venni. Most egy El Kazowski kép 40-50 millió. Hoppá. Tehát valaki akkor vett valamennyiért 20 ezerért vagy 30 ezerért egy El Kazowskit, és most 50 millió? Igen. De nem adod el. Tehát ez egy virtuális gazdagodás. Ez ugyanaz, mint hogy a házadat annak idején vetted és fölépítetted ennyiért, és most 10-szer ennyit ér. De hát úgyse adod el, hát benne élsz. Na most ugyanez van a képekkel is, hogy aki igazán szereti azokat, amiket megvásárolt, és örömét leli benne, az nem akarja eladni, ha csak olyan szüksége nincs rá, mondjuk, hogy a gyereknek kell gyógyszert venni. Akkor nyilvánvalóan leakasztod még El Kazowski képét is, ha másképp nem tudod a gyógyszert megvenni. De közben nagyon örülsz neki, hogy hazamész, fölnézel a falra, csodaszép. Ennyi. Tehát nem minden pénzben mérhető. Én most az utóbbi időben, mint egy rendes skizofrén, kívülről figyelem magamat, hogy kezdem ezt az egész pénzzel való fetisizálást utálni, és undorodom tőle. Tehát, hogy mindennek van egy pénzbeli értéke, és mindent csak pénzért lehet megszerezni. Hát ez azért nem egészen így van. Vannak emberi érzések, szeretet például, azt sem pénzért árulják, hanem hogyha te rendes vagy a többivel, ugyanezt kapod vissza. Ha te is egy undok, kellemetlen fráter vagy, neked is sok kellemetlenséged lesz. Ezt kapod vissza. Tehát ez is megint azt tudom mondani, lehet, hogy ez olyan kicsit, hogy mondjam, paposan hangzik, hogy ezt az öltözőben nagyon jól megtanulod. Ott, hogyha te valakibe csibész módon, galád módon, alávaló módon, a palák mellett úgy szúrsz bele, hogy egy kicsit a botot kiengeded itt a végén, és csak egyet oda szúrsz vele, és ő este megnézi, hú, a rohadt életben,
Majd bemegyek, megnézhetem a sebészeten. Vissza fogod kapni. Hidd el. Lehet, hogy csak két meccs múlva, de ezt nem teszed zsebre. Ezért, aki igazán tisztességes, jó játékos, soha nem csinál ilyet. Ez az én tapasztalatom. Kérdezhetlek intimebb dologról, családról, párodról, gyerekekről, olyasmiről, amiről én nem nagyon találtam információt. Ennek több oka van. Egyrészt nem tűnik intimnek előttem, már úgy hirtelen arra gondolom, hogy nem hálószobatitkokra gondol. Mert ha óhajtjátok, szívesen arról is beszámolok. Hatalmas tárháza van a kincseknek. Hanem inkább... Bocsánat. Hanem világéletünkben arra nagyon-nagyon ügyeltünk, hogy a bulvár sajtó semmilyen módon ne kerüljön be a családba. Nem tartozik oda. Ha most végignézel bármilyen képes lapot, akkor elképedsz. És ezek a úgynevezett celebek döbbenetes dolgokat hajlandóak megmutatni, csak azért, hogy címlapra kerüljenek. Ez nekünk eddig nem nagyon volt szokásunk. A családra visszatérve, a feleségem egy rendkívüli képességű belső építész, aki abban egészen páratlan sikereket ér el, hogy ő világítás technikában a régi csillárokat, de nem ilyeneket, hanem a 200 éveseket restaurál. És ezért most a magyar parlamentben, a magyar állami operaházban, vagy a Magyar Nemzeti Bank új székházában az összes csillárt a Judit restaurálja. De még egy, hogy Washingtonban van a magyar nagykövetség. Ott is gyönyörű magyar csillárok voltak, amiket ládába becsomagolva visszahoztak Budapestre, a Judit megjavította, és visszavitték Washingtonba. Tehát azért a szállítás maga, azon 20 csillárt lehetett volna venni. De ezek eredetiek voltak, és ő az eredeti minőséget hozta vissza. Tehát ő ebben nagyon-nagyon-nagyon ügyes, gyönyörűen rajzol szabad kézzel. Egyébként én hol ismertem meg őt? A Távközlési Kutatóintézetben volt a szerkesztésem, gyönyörű vasalt fehér köpenyben, egy tábla mögött Isten ilyen rajzolt. Én a Műegyetem után a Távközlési Kutatóintézetbe kerültem, mint mérnök, és ott láttam, hogy egy milyen csinos nő van a tábla mögött. Ebből indult a dolog. És tart lassan 60 éve. A két gyerek, a kislányom egy nagyon-nagyon, hogy mondjam, tehetséges és sok-sok jó tulajdonsággal rendelkező valaki. 18 évig vezetett egy művészeti kávéházat, úgy hívták, hogy Transit Art Café. Ez ott van a Bartók Béla út környékén, a 11. kerületben, a Feneketlen tónál, és csak egyetlen egy apróság a gyerekről, hogy amikor ukrán útlevéllel valaki bejött, az ingyen kapott ebédet. És most írnak vissza emberek, akik már kimentek Amerikába, hogy nagyon szépen köszönjük, hogy hetekig jártunk oda hozzátok ingyen ebédre. Na most úgy egy kávéházat viszonylag nehéz fenntartani, hogy 10 fizető és 6 nem fizető van. Be is kellett most egy ideig csukni, mert nem lehetett az energiát, az alkalmazottakat és a nyersanyagot, tehát magát az élelmiszereket finanszírozni. Tehát egy darabig most ez szünetelt, de ő ebben nagyon-nagyon-nagyon nagy dolgokat csinált. És aztán egy másikat, amit most szomorúan látunk, mond nektek valamit az, hogy hospice alapítvány? Igen. Mond valamit az, hogy Polc Allen? Léleképítő vendége volt. Akkor Egri Orsolya az ő tanítványa, az ő legjobb növendéke, és az ő hospice alapítványának az alelnöke. Tehát ő ilyen dolgokat csinál, és erre ráment szinte azt mondanám, nem a saját élete, de rettenetes sok ideje, hiszen olyan, hogy fejezzem ki magam, szélmalom harcokat volt képes végigcsinálni, hogy naponta kétszer elmenni egy 75 éves idős bácsit ellátni. Azért ez egy 30-40 éves nőnek nem egy nagy passzió, és ezt ő évekig csinálta éppen Polc Allennek a
biztatására. Hogy került Paul Allenhez? Ez rögtön egy kérdés. Hogy az iskolában egy tanár az egyik osztálytársát megütötte, pofon ütötte. És ez a kislányomnak egy olyan lelki traumát okozott, amit nagyon nehezen tudott feldolgozni. És akkor valaki azt tanácsolta, hogy a Paul Allen akkor éppen ilyen típusú gyerek bántalmazásokkal, meg egyebekkel foglalkozott, úgy került Paul Allenhez, és ez lett a történet vége. Tehát milyen furcsa dolog, megint azt mondta, tehát milyen szerencse, hogy akkor a tanár pofon ütötte a gyereket? Azért ide nem kell visszamenni, csak az, hogy innen indult a történet. Erre a szituációra is illik dr. Hegedűs Lóránt püspök úr mondása, hogy a világ az Isten órája, amiben a hátrafelé forgó kerekek is előre viszik az óra mutatóját. Igen. Hogy amikor azt érezzük, hogy hátrafelé forog, ne gondoljuk, a Jóisten órájába az is előre tudja vinni az óra mutatóját. Most, hogy egy ilyen valakit említettél, én azért hoztam ezt el, és itt is hagyom a Csabának, nem örökbe, csak nézetre. 10 évvel ezelőtt ez az E.ON, ez a villanycég, vagy elektromos művek elhatározta, hogy a legjobb arcokat, akikre ő igazán büszke, akiket ő támogat, és aki arról kiad egy könyvet. És engem kértek meg, és Váradi Júliát, aki a rádiónak volt egy riportere, ma is működik, hogy csináljunk interjúkat. És ebben nekem van 8 vagy 10 interjúm, amelyiket azért szeretném majd a figyelmetbe ajánlani, mert te nagyon fogod szeretni, Várszegi Asztrik. Ott voltam egy napig nála Pannonhalmán. És csak azt tudom mondani, hogy elképedtem. És nagyon-nagyon kedves volt velem, mindent elmondott a bencéseknek. Az egyik alap motivumuk az, hogy ők megtermelik a saját életükhez szükséges javakat. Legyen az élelmiszer, lekvár, bármi. És nem szorulnak külső segítségre, miközben iskolát, egyetemet tartanak fenn. Tehát rettenetesen sok hasznos tevékenységet folytatnak, és nem kuncsorognak segítségért vagy adományért. Úgyhogy majd olvasd ezt el, légy olyan kedves, angolul és magyarul van, és van benne még néhány kiváló ember, akiket szintén meg fogsz benne ismerni, és esetleg ötletet ad arra, hogy egy másik alkalommal meghívjad őket. Úgyhogy ezt itt hagyom neked majd. Nagyon hálásan köszönöm a közösség nevében is, mert valóban mindig jár az agyam, hogy kit lehet még meghívni, ki lenne az alkalmas, akit szívesen venne a közönség is, és akitől igazán lehet tanulni. Persze nem tudom, hogy ő erre el tud-e jönni, vagy ilyesmi, de hogy ilyen embereket például alkalmam volt megismerni. Tehát én arra vagyok igazán büszke, hogy milyen szerencsés sorsom volt nekem, hogy Margaret Thatcher vagy Várszegi Asztrik, és akkor még sorolhatnék sok-sok igazán értékes embert, akik elfogadtak engem, és örömmel álltak szóba. Itt is egy butuska apró intermezzo, hogy amikor én Viktor Vazerelit megismertem, az 1968-ban volt, mert a grenoble-i téli olimpiáról közvetítettem, és utána egy évet játszottam a Grenoble-nak a profi hoki csapatában. Isteni dolgom volt, mert beutaztuk Európát. Játszottam olyan kanadai és amerikai légitámaszpontokon, magyar útlevelemmel, amit nem kellett bemutatnom, mert rajtam volt egy Grenoble dress, hát senki nem gondolt, hogy magyar útlevele van. Tehát isteni helyeken jártam, és többek között ugye Párizsban is játszottam velük. Egyébként az egy nagyon-nagyon jó kaland volt. Egy kanadai edzőjük volt, attól például egyetlen egy dolgot találtam meg. Neve Pete Laliberté. Egy kanadai edző, kanadai természetesen beszél franciául meg angolul. Minden francia, amikor vége volt a harmadnak, bement az öltözőbe, és torka szagatából üvöltözve mondta, hogy mi volt jó, mi volt nem jó, te hülye, te miért nem adtad, de te így sem. Meg nem állt a szájuk. Pete Laliberté mit csinált? Letette a földre a hokizsákját, hanyat ráfeküdt, és a fejét rátette. Mert ő a következő harmadra készült, pihent.
arra készült, én egy profi játékos vagyok, engem itt azért fizettek, hogy én gólt lőjek, hogy jól játszak, a nagyszerű történetek azok később is ráérnek, most a következő harmadra kell fölkészülni. Én ezt úgy megtanultam tőle, hogy használom is, tehát a harmad az arra való, hogy próbáld valahogy összeszedni magad, nyalogasd a sebeidet, és a következő 20 percre készüljél fel. Ez is például egy apróság. Na most Viktor Vazereli, amikor találkoztunk, és én csináltam a Magyar Rádió számára egy hordozható Pocsék Magnóval egy nagyon-nagyon jó interjút, vagy legalábbis szerintem nagyon-nagyon jót. Ott is természetesen egy buta, talán most azt mondanám pimasz megjegyzéssel loptam be magam a szívébe, és ott is egyetlen egy riporteri tulajdonságra szert tettem. Ő már akkor 20-30 éve nem élt Magyarországon, és emiatt időnként a francia mellett kereste a magyar szavakat. És én amikor láttam, hogy azt mondja, hogy akkor akartam neki segíteni, mert előtte kvázi franciául kimondta a szót, és akkor én udvariasan lefordítottam neki magyarra, hogy ezt hagyja már abba, mert én magam előtt láttam, ahogy majd ülök egy vágószobában, és az a szalag így megy be a kosárba, ahol az ki van vágva. És akkor beleszóltam mondjuk, hogy soleil, vagy valami. És akkor hogy rám nézett, azt mondja, ne segíts, majd rájövök. És ettől észrevettem, hogy innentől kezdve, ha ő 10 percen keresztül azt mondja, hogy akkor én így fogok nézni udvariasan, és egy kukkot nem szólok. És ez nagyon-nagyon-nagyon bevált, hogy igenis látta, hogy a Pali megértette, amit mondtam. És a másik, amivel tulajdonképpen most nem szabadna előhozakodnom, mert ez már szinte szemtelenség, amikor legelőször ehhez az interjúhoz hozzákészülöttünk, még egyszer mondom, kocsit küldött értem minden, nagyon jó, ki voltam szolgálva, akkor aztán ne haragudjon, nekem 45 percem van erre az interjúra. Nagyon szépen köszönöm, az teljesen elég. Kezdhetünk? Ment, és ránéztem az órámra, és lenyomtam a stop gombot. Azt mondom, mi van? Hát mondom, azt mondta, hogy 45 perce van erre az interjúra. Nekem is. Na most ettől az igazán pimasz megjegyzéstől azt mondta magába, ez egy tökös legény. Jó van, azt mondja, de van még, hogy szívesen, ha óhajtja, akkor legyomjuk újra és folytathatja. Ez az interjú eleje. Hazajövök, büszkén beviszem a rádióba az interjút már megvágva, tehát már használható formában, ami nem semmi egy ilyen interjút megvágni, ezen 4-5 óra meló van rajta, ülsz benne egy vágószobában, egy kislány segít benne, és kifejezetten egy figyelős dolog, ami felesleges, kiveszed, az kiveszed, és a többi, és esetleg megcseréled a sorrendet. Leteszem a kazettát, és ott volt akkor, szerencsére a nevére nem jól emlékszem, ez ugye a pártállami időben volt, a pártállami rádióban. Mondom, hát képzeljétek el, ilyen szerencsém volt, kim voltam 68-ban, Grenoble-ban, és tudtam csinálni a Vazerelivel egy interjút. Ja, János, hát ez nagyon klassz. Tudod, ezt úgy fogjuk leadni, hogy behívunk ide a stúdióba 3-4 művészetkedvelő kritikust, és lejátszuk a Vazerel interjút, és ők pedig kommentálják, hogy miket mondott a művész. Mondtam, tehát ez nem fair, hát ő nem tud válaszolni a kritikákra, meg nem tud semmit se csinálni, hát ő egy szalagon van, ezt nem tartom tisztességesnek, hogy valakinek a beszédjét úgy kommentáljuk, hogy ő nincs ott. Ezt én nem tartom. Hát akkor vidd a fenébe a kazettádat. Ez a Magyar Rádióban volt. Mondtam, milyen igazad van? Fogtam és elmentem. És most jön az igazi csattanó. A rádióban volt természetesen tisztességes ember is. Sedianszki többek között János. Sedianszki János, aki egy frankofon, imádta a franciákat, maga is tudott franciául, és mondta neki, képzeld el ez a hülye, mert tudtam akkor a nevét, ez nem hajlandó leadni a Vazereli interjút, csak akkor, hogyha... Aztán le van ejtve. Én nekem van egy vasárnap délelőtti műsorom, hát ide a kazettát, majd ott leadjuk. Tehát mindent ki lehetett védeni. Nem kellett behódolni, nem kellett elfogadni. Így gondolod, semmi gond, és találtál egy másik utat. Tehát erre például ilyen szempontból jó a jégkorong, találsz egy másik megoldást rá.
utolsó kérdések között hadd kérdezzem meg azt most már a különböző interjúkból tudható, hogy készülsz egy nagy dobásra, és ez most májusban lesz, azt hiszem. Igen. Erről mesélj már, mert ez nagyon izgalmas, hogy egy tényleg Guinness rekordok könyvébe illő történet, úgyhogy... Egy kicsit csalódott vagyok. A történet maga az, hogy én arra gondoltam, hogy a magyar jégkorong válogatott bejutott a legjobbak közé az A csoportba. És a világbajnokság Tamperében lesz, Finnországban. Én ott többször játszottam egyébként, mint magyar válogatott annak idején, és mint klubcsapat is, és ott imádtam. Gyönyörű hely Tampere, egyáltalán a finnek isteniek. A finn a legjobb rokonunk, higgyétek el, most ugye kicsit nehezen, de elfogadtuk őket NATO tagnak is. Egyébként itt egy nem ideillő megjegyzést nem is teszem meg, hogy a svédeket, akik a 200 éves semlegességüket hajlandóak feladni az ukrán-orosz háború kapcsán, mi még gondolkodunk rajta, mert nem kellő tisztelettel bánnak velünk, és ezért még a magyar parlamentnek nem volt ideje, nem az, hogy nem akarja, nem tudta időben, annyi elfoglaltság van, hogy még nem tudták a svédek szavazását napirendre tűzni. Szerintem egy 3 héten belül fel fogják a svédeket is venni, mert addig esetleg a kinti pénzek ügyében lehet valami kis előrehaladást tenni. Tehát ez nem ideillő történet, amit akartam folytatni, hogy úgy volt, hogy Tamperében én, mint a magyar csapatnak a tiszteletbeli kapitánya, ugyanúgy beöltözve, ugyanúgy bemelegedve, esetleg az első korongledobásig, vagy utána is egy kicsit pályára lépek. Ami nem csak egy, az egy ilyen sporttörténeti érdekesség, tehát az a sportágnak jó, nem az én dicsőségemet kell fényezni. Ma már viszonylag ebben a korban kevesen jégkorongoznak, ezt nyugodtan elmondhatjuk. Ezt a kanadaiak is tudják, sőt, miután ugye tudsz velük beszélni, vagy el tudod mondani, hogy én annak idején Calgaryban melyik csapat ellen játszottam, vagy hogy épp náluk nyertünk mi öreg fiúk világbajnokságot. Akkor én voltam a csapat kapitánya, tehát van bizonyos múltam, tehát ezt nyilván nem nehezteltek volna. Na most arra találta ki a Magyar Szövetség, ott voltam múlt héten, hogy János, ez a Tampere, ez azért megy nehezen, mert az a Nemzetközi Szövetség rendezésében zajlik. Oda mi nem tudunk beleszólni, hogy úgy benevezni téged játékosnak, azért nem lenne tisztességes, mert összesen 25 játékost lehet nevezni. Ha te vagy az egyik, akkor valakinek itthon kell maradni, ez nyilván te se akarod. Eszem ágába sincs. Ezért van, hogy tiszteletbeli kapitány. Azt mondja, jó, de hogyha a Nemzetközi Szövetséghez nem járul hozzá, akkor nem tudunk mit csinálni, és most kapaszkodj meg. Meg amúgy is nagyon drága a repülőjegy. Na most gondold el, hogy kiutazik 27 ember vagy 28 ember, ezt valahogy ki lehet gazdálkodni szerintem. Vagy mondják, de tudod mit? Ha akarod, akkor vegyél egy repülőjegyet. Akkor oké, azt is hajlandó vagyok. Nem ez a lényeg, úgy döntöttünk most, hogy miután a kanadai válogatott előkészületi meccsen a Tamperei világbajnokság előtt 3 nappal itt van Budapesten, ezen az előkészületi meccsen Magyarország, Kanada, ott mi vagyunk a rendezők, ott azt csinálunk, amit akarunk. Tehát ott nyugodtan lehetne ez. Jelenleg itt tart a helyzet, kim voltam a szövetségnél, nagyon-nagyon kedvesek voltak, írtó örültek a dolognak, és nem tudom, hogy mi lesz a végeredmény, mert nehézkesek, a jegyeladással küzdenek, tehát egy csomó, mondom, gyerekek, ez higgyétek, nem az én nagyszerűségem, ez a sportágnak is egy érdekesség, ez egy média esemény, hogy itt van egy öreg pali, és ugyanúgy csúszik, mint a többi. Igen, igen, János, ez tényleg nagyon-nagyon klassz. És erre mondtam nekik, végül egyet ezzel, aztán becsuktam magam mögött az ajtót. Mondtam, ti mikor születtetek? Mondta 2 számot. Mondom, mert én 1957-ben már magyar bajnok voltam, ti még nem éltetek. Na, szevasztok. És eljöttem. Tehát nem tudok most választani neked, hogy mi lesz. Ez május 9-én, egy-két napon belül meg fogjátok látni. Én nagyon-nagyon örülnék, megmondom miért. Mert ott van a fiam, ott van az unokám. És látják, a nagypapa még korizik. Ez nekik is egy jó, hogy figyelj, mi is szeretnénk valami hasonlót csinálni. Tehát kvázi példamutatás.
És még az se lenne egy őrült tragédia, ha véletlenül elesel. Ez a hokiban ugyanis előfordul. És akkor mi van? Akkor felállsz és mész tovább. Tehát természetesen kell egy ilyen helyzetben is viselkedni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok. Igazán remélem nem untattalak feleslegesen titeket, és köszönöm a türelmeteket, hogy ezt végighallgattátok. Köszönöm. Utolsó kérdés, szereted-e a jó bort? Na. Hát akkor, akkor először is az Esterbauer pincészettől. Jaj, de köszönöm, ezt imádom. Szépen, Város Steiner, teli hold. Egy szenzációs Esterbauer összeállítás, illetve Halmosi Jóska barátom küldi és szereti, hogy adjam át néked ezt az összeállítást. És itt van közöttünk Takler Ferenc is, akivel beszéltem még délután, és a vacsora, amelye Nagy Lajosnál lesz, és köszönjük Lajosnak is az előzékenységet. Tehát Takler bort is fogunk tudni neked adni. Én jövő héten is ráérek. Köszönöm szépen. És engedd még meg, hogy a Kárpátalján élő és kárpátaljai verséneklő, krédó verséneklő együttesnek két lemezét, a Himnusz a csúcsokon és az Indián ének című lemezeket hadd adjam át. Ma már lehet, hogy nem is lehet nagyon lejátszani, neked de talán van. Neked még van, van. Hozzá van. Eszközöd, és ők nekem ebben a műfajban etalont jelentenek. Én 150 koncertet szerveztem nekik Magyarországon, illetve a Kárpát-medencébe, és a szívem csücske, és ezért szeretném te néked ezt átadni. Kedves és én köszönöm szépen. Köszönöm szépen, igazán. Kedves barátaim! Dr. Egri Jánost hallottuk, és tanulhattunk tőle. Találkozzunk május 18-án, Ókovács Szilveszterrel való találkozáskor. Köszönöm, hogyha segítenek. Két dolgot tehetnek feltétlenül. Az információt továbbadni, úgy, amilyen módon önök tudják, szóval, írással, ezzel a Facebookkal, vagy akármivel, de kérem, tegyék meg, mert szerintem nagyon sokan mondják azt, hogy de kár, hogy nem jött el a fiam, a lányom, de kár, hogy nem jött el a szomszédom, a barátom, fogják kézen a barátaikat, és hozzák el magukkal, mert higgyék el, nem mondom tovább. Úgyhogy találkozunk. Köszönöm szépen, Isten velünk, viszontlátásra, és a kijáratnál ne felejtsenek el segíteni, jó? Köszönöm szépen. És Béla bácsinak is köszönjük, hogy eljött.